Az idei évben a kiskörösi egymi alsó tagozatos tanulói és pedagógusai a szülők segítségével, az alternatív team irányításával visszarepítették az ünnepség résztvevőit az időben. Jézus születésének történetével okoztak megható pillanatokat. A műsor többhetes munka és rengeteg gyakorlás eredményeként született meg, melyből mindenki kivette részét. Karácsonyi műsort már két héttel a műsor előtt, vagy talán három héttel is elkezdték próbálni az osztályok. Úgy gondolom, hogy igen, látszik az a befektetett munka, amit a pedagógusok végeznek. A jelmezeket részint kölcsönzőből, részint a pedagógus kollégák otthonról hozzák be. A szülők is segítenek, ki kell emeljem, hogy a szülők is partnereink ilyenkor, és ők is nagy segítséget nyújtanak a szervezkedésben. Halljátok az üzenetet, Jézus Krisztus megszületett, megváltottok, uratok, ő világmentő, üdvözítő. Begyen, begyettek, ott találtok egy gyermeket, szegélyes bója fogja át az Isten őt egyszülő fiát. Nagyon fontos nevelési feladata az iskolának, hogy olyan értékekre, családi és közösségi hagyományokra neveljék a gyermekeket, ahol az egymás iránti tisztelet és a szeretet kerül előtérbe. A karácsony eljövetele, a karácsonyi ünnepkör pontosan erre való, a megbékélésre, a szeretet hirdetésére, és úgy gondolom, az látható is volt a műsoron is, hogy a gyerekek is mennyire odafigyeltek, nem zajongtak, mennyire koncentráltak ők is a műsor alatt, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy nevelési célzata, nevelési értéke van ennek a karácsonyi rendezvénynek. Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk, három király, mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis Jócska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hárt király a nevem, segíts édes Istenem. Isten megváltó, megváltó. Jöttünk meleg országból, főtt kolbászunk minden fogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, ki szeretsen király. A diákok műsora után a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola tanárai varázsoltak koncerthangulatot az egymi tornacsarnokába. Thank you.
Mint minden évben, idén is sok ajándék került az intézmény karácsonyfája alá. Ebben az évben, mint a tavalyi előző években is, a családsegítő szolgálatnak köszönhetően megteltek a cipős dobozok, és valamennyi tanulunk ilyenkor kap egy gyermekünk, mert hogy óvodánk is van, kap egy cipős dobozra való ajándékot. Az intézményünk mellett működik egy játékkal a tudásért alapítvány, amelynek köszönhetően minden osztálycsoport külön kap ajándékot. Idén a Máltai Lovagrend képviseletében Lédi Török Erzsébet adott át 5 rászoruló diáknak ajándékot. Szeretettel köszöntök én is mindenkit a Máltai Lovagrend és a magam nevébe. Hát én nagyon elérzékenyültem, mert mindig mi szoktunk a polgármesteri hivatalba egy kis műsort tartani a megajándékozott gyerekeknek. De hát ez az élmény, amit most itt kaptam, itt, mintha egy gyerekszínházban lettem volna, ahol csupa-csupa kis tehetséges gyerekek előadnak egy komoly kis műsort. Úgyhogy teljesen le vagyok nyűgözve, és láttam azt a munkát is, amit a pedagógusok belefektettek, úgyhogy nekik is egy nagy taps, köszönjük szépen! Szívem szerint mindenkinek adnék ajándékot, de most nem tudok, csak annak a pár gyereknek, amit az igazgató úr és a pedagógusok kijelöltek, mert mindannyian megérdemlitek, de örömmel hallottam, hogy ezért mindenki fog kapni. Ennek nagyon örülök, mert ez így helyes. Nagyon-nagyon szuper volt, amit előadtatok. Nagyon. Úgyhogy ezt el fogom mesélni mindenkinek, és a fölvételt el fogom küldeni a budapesti lovagrendnek. Úgyhogy még kis tévéműsor is lehet, hogy lesz belőle. Nagyon-nagyon szép volt. Köszönöm szépen. És most jöjjön a ajándék átadása, amiben azt is elmondom, hogy a Máltai Lovagrend egy-egy gyermeknek 30 000 forint, hát 10 000 forint vásárlási utalványt, amit játékra vagy ruhára majd ti eldöntitek a szüleitekkel, hogy mire fordítjátok, és szaloncukor, amit át tudok adni. Az intézményben december 20-a volt az utolsó tanítási nap ebben az évben. 2,5 hetes téli szünet kezdődött meg a gyerekek és a pedagógusok számára. Január 9-ig elcsendesedik a Kiskörösi Egymi épülete is.